Feltételezem, soha ilyen rövid felkészülésed nem volt neked se személy szerint egy bajnoki évad előtt. Hogyan sikerül ezt megugrani? Tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevés ez a három hét, úgymond két hét. A kemény felkészülés talán ez a hét, ez már csak a Fradira irányul, úgyhogy igen, két hét az nagyon kevés idő. Hát megtettük mindent annak, hogy jól felkészülünk, és nagyon várja mindenki, személy szerint én is a kezdetet. Az Újpest ellen volt egy szép gólod, illetve egy nagyon szép mélységívelésed a 11-es előtt, amit a Kis Tominak címeztél. Reméljük, ilyeneket látunk majd tőled a továbbiakban is. Hála Istennek végre sikerült gólt rúgnom, és bízom benne, hogy fogok valamilyen úton-módon segíteni a csapatnak, és bízom benne, hogy sikeresek leszünk. Te magadtól mit válsz, mennyire vagy elégedett egyébként összességében? Minden meccsen ott akarok lenni a kezdő 11-ben, nekem ez a lényeg, sokat szeretnék játszani, mert még úgy gondolom, 24 évesen fiatal vagyok, mindent megteszek azért, hogy ott legyek a kezdő 11-ben, vagyis minden meccsen játszak, és mondom, bízok benne, hogy tudok segíteni a csapatnak, és de mindenféleképpen a csapat legyen sikeres, az a lényeg. Fejben milyen egyébként a társaság, mennyire vagytok most összetartóak, hogy látod, mesélj egy kis kulisszatitkot. Én most úgy gondolom, hogy a csapat az nagyon-nagyon jó össze van rakva, úgyhogy nagyon-nagyon szereti egymást mindenki, úgy gondolom, és bízom benne, hogy egymásért fogunk küzdeni.